témánk a funkcionális programozás lesz, illetve az F-sharp nyelv. Néhány héttel ezelőtt, összesen pont két hete volt a .NET direktunk, amikor Vince Márk előadónk már tartott egy ilyen kis rövid bemutatást az F-sharp nyelvről. Akkor ugye nem volt idő rá, hogy nagyon mélyen belemenjünk bizonyos dolgokba, most ezt fogjuk egy picit azért tovább gondolni. Jankó András a mai előadó, úgyhogy Andrásról annyit érdemes tudnotok, hogy a funkcionális programozás azért elég régóta egy olyan téma, ami szorosan kapcsolódik a mindennapjaihoz, és ő sokat foglalkozol vele, hogyha jól tudom. Én matematikusként végeztem, és akkor egy kicsit így az absztraktabb gondolkozás, algoritmus elmélet, bonyolultság elmélet ez, ami érdekel. És akkor igen, ebből a megközelítésből programozás felé is nem annyira a hardware közeli, hanem inkább a magas szintű, minél szebben, rövidebben írjuk le a problémákat, hogy aztán az a valós megoldást is nyújtsanak. Úgyhogy készült jó sok gyakorlati példával is, lesz alkalmatok majd ilyen szempontból is foglalkozni a témával. Azt beszéltük Andrással, hogy ez nyugodtan lehet ilyen interaktívabb, tehát hogy bátran kérdezzetek közben is, ha valami téma kapcsán felmerül esetleg egy komment, vagy további kérdések, akkor ezt nyugodtan tegyétek fel Andrásnak. Nyilván a végén is azon, hogy lesz majd lehetőség ezért kérdezni, de talán jó majd így közben beszúrogatni a kérdéseket. Van egy olyan utolsó blokk, amikor ilyen tényleg ilyen gyakorlati nagyobb példák megmutatására terveztem egy kis időt, ahol konkrétan a szlájdjaimon csak webcímek vannak, amikre elnavigálok és tudok tovább példákat mutatni. Tehát ez a rész úgy esetleg érdeklődéstől függően idézünk el egyik vagy a másik területen kicsit hosszabb ideig. Én úgy terveztem, hogy a nyelv bemutatással és ugye a gondolkodásmóddal való ismerkedéssel egy első másfél órát töltünk, aztán lesz egy rövid, talán 10 perces szünet, és akkor utána lehet még ezekbe a további gyakorlati dolgokba belenézni. Mindenkinek megfelelő a hangerőm, azt azért gyorsan megkérdezném, hogy talán így is lehet, hogy nem tudom, berekedek el a nap végére, de viszont kellemesebb azért, mint mikrofonba beszélni. Szóval örülök, hogyha megfelel. Jó. Szóljatok rám, mondjuk még végül, ha valamilyen kérdés. Jó. És akkor annyiban most megvariáljuk ezt a mait, hogy rögtön a játékkal kezdenénk, hogy egy kicsit felrázzuk úgymond a témával kapcsolatos dolgokat is. Úgyhogy András összeállított nektek egy ilyen kis kérdőívet, ami a témához kapcsolódik. Nyilván itt kérdés majd, hogy ki mennyire járatos ebben a dologban. Szeretnék, hogy minél többen játszatok. Aki mondta a legügyesebb lesz, tehát hogy a helyes válaszokat adja, és leggyorsabb lesz, annak egy ilyen kis ajándékutalványjal készültünk neked. Ráadásul gyermekutalványjal. Nekem mit szerettem volna mondani, hogy nagyon köszönöm a meghívást a Talentarának. Én az Itali Factory cégnél dolgozunk, mi egy párfős kis fejlesztő cég vagyunk, elsősorban dotnetes, de elsősorban F-sharpos projektmunkákat vállalunk. És van egy régóta és újabban is indított különböző open source fejlesztéseink is. Andor majd fogok mutatni párat, amit szerintem plusz egy vonzerejét adja az F-sharpnak, hogy eléggé dinamikus és nagyszerű open source közösség van a nyelv körül. Uh-huh. Jó, akkor tegyünk el a játékra. Ez kicsit ilyen beugratott kérdés, aki már hallottasabbról vagy programozott, aznak lehet, hogy könnyebb lesz. Igazából fura, hogy most előre tesztelek titeket olyan dologról, amit még nem mondtam el. Lehet, hogy a végén ez már kicsit túl triviális kérdés lenne. Hát direkt így azt szeretném ezzel fölmérni, úgymond, hogy aki még nem ismeri esetleg, annak ez mennyire új, illetve így ránézésből úgy, hogy mit sikerül kiokoskodni. Szóval tekintsétek egyfajta ilyen, mint a kínai lenne, és azt kéne megfejteni, vagy hasonló, és ne ijedjetek meg tőle. Ez pont egy kicsit erről szól, tippelni is lehet. Mondjuk az első két kérdés az a történeti kérdés, aztán három szintaxis nyelven kapcsolatos kérdés van. Tehát így épül fel a dolog. Tehát van ez a kahoot.it oldal, vagy pedig van ebben az appotoklet
az számon megtaláljátok. Közben meg azt, amit még elmondok, hogy ugye kaptatok ilyen kis ital meg sörös kuponokat, itt ugye járkál folyamatosan az úri ember, aki felveszi a rendeléseket, úgyhogy tőle tudtok rendelni. Hogyha valaki variálna a sörkupon helyett üdítőt inna vagy fadítva, akkor nyugodtan gyertek ide hozzánk, lehet csereberélni, tehát hogy abszolút van erre lehetőség. És egy sör két üdítőt ér, ugye? Nem. Bármilyen furcsa nem. Na, közben jön egy regisztráció. Körülbelül az, hogy mennyivel tegyek a kezét, aki még szeretne csatlakozni. Akkor... Meg vagyunk. Jó. Szia! Beléptél még a játékba? Mert akkor... Persze, nyugodtan. Ez az utolsó, 18-an vannak. Okay. Akkor viszont addig még annyit elmondok, még megvárjuk az utolsó játékosunkat, hogy az egész előadásnak a végén lesz majd egy ilyen rövid kis visszajelző kérdői, ami papír alapú volt, regisztrációt nem adni ezek a kérdőjébe. Annyit szeretnénk kérni, hogy ha töltsétek ki, nyilván ez nekünk is fontos, hogy lássuk, hogy esetleg miben fejlődünk, mit csináljunk másképpen. Úgyhogy ez mindenki van a számunkra is, hogy ezt minden felejtsétek el, ezt lesznek meg az oszlánál. És akkor... Appon, saját mobilon kell a, vagy a kahoot.it, vagy a mobilappon ezt a kódot beírni. És akkor tudsz majd válaszolni a megjelenő kérdésekre. Jó, a BCD opciókkal. Valaki kiesett? Ne legyen. Ja, nem, meg sem. 17-re volt a súlyt. Na, visszajött. Neked megvan, mert 19-et vártam, hogy lesz. Szerintem még itt várunk, ugye? Még a regisztrációval. Egy pillanat, igen. Szerintem várvat te is, ugye? Igen. Nagyszerű. Akkor kezdődik az első kérdés. Ez egy történeti kérdés. Ilyen gyorsan. Ja. Mikor jelent meg az F-sal 1.0-es verziója? Ez a Visual Studio-nak is a verzió száma volt. A 2005-ösben. Jelent meg először. Ezek mind funkcionális programozási nyelvek. Illetve az OCaml az már egy objektív-orientált változata az RTKM-ben nyernek. És az, ami az első eredetileg az egy OCaml fordottákként indult. Bocsánat a C-sharpot nem ismerőknek. És a B vagy D-on, bocsánat, az a kék meg a sárga. Mert nem számok betűk vannak, elnézést.
És igen, ez volt a legfurább válasz. Valószínűleg ebben sejtető volt, hogy talán az helyes. Ebben az egyébként az nem stimmel, hogy az F-sarkban, hogy lefújjuk az immutabilitás, az az alapértelmezett. Tehát, mint lokális változó, ami... Milyen megfelelő nincs is C-sarkban lokális változó, amit kiszámolsz, de utána adott blokkon belül nem módosíthatsz. De az F-sarkban a vektor ezt csinálja. És típus definíciókon belül, illetve modulokon belül különböző féleképpen működik. Típuson belül egy lokal modul, kivonás operátort, ha egy bezárul jelezzük, akkor az úgymond prefix formában is használhatjuk a nyelvben, akár nem operátort. És ez a kivonás operátor a kettő, és ez a pipe jel szintén sokat fog vele találkozni, az meg képes átpasszolni egy vezérfüggvénynek a másik oldalára egy értéket. Tehát ez a kivonás alkalmazva a kettő, négy az egyen, kettő mínusz egyre értékelődik. Ilyen sárga opciókhoz. Még egy ilyen van, ami utolsó kérdés. Ugyanez most már C-sharpban is szintaktikailag helyes, csak azt fogja mondani neked, hogy az intint típusa nincs definiálva ez a comparison operátor. A F-sharp most a C-sharpusok szeretnék egy gyors készfeltételt, ki az, aki C-sharpban dolgozik, hogy úgy érző viszonylag képen van. A társaságnak körülbelül a fele. Jó, minden egyes alkalom, amikor C-sharpról beszélek, akkor azt igazából azért mondom el, mert egy ökoszisztémán belül vagyunk, a dotnetnek az elsődleges nyelve a C-sharp. Én úgy gondolom, hogy valaki, aki mélyebbről belemászik az F-sharp nyelvre, előbb-utóbb sem kényszerűen muszáj a C-sharpot is felvenni, mert rengeteg dokumentáció és eredeti forráskód abban érhető el. De gondolkodásmód tekintetében van akkor a különbség a két nyelv között, hogy igazából ajánlanám azt, hogy érdemes az F-sharppal elkezdeni ismerkedni, és meg lehet tanulni egy gondolkodásmódot, apró scripteket, meg csomó mindent meg lehet úgy csinálni, hogy az ember nem mászik bele nagyon a C-sharpos kérdetes dolgokba, csak akkor, hogyha nagyon projekthez, munkához már szükség van, akkor előbb-utóbb ezt mindenképp fel kell szedni. Vannak ilyen becsapós különbségek a két nyelv között rupár. A F-sharpban ez egy system tuple, tehát nem a beint tuple, hanem egy objektum, mod hoz létre, és az F-sharp nyelv lényegében mindenféle adatstruktúrán automatikusan lekezeli a összehasonlítatás operátorokat. Tehát mind tuple-re, mind látni fog record, unió típusokra, akármilyen adatot formát deklarálsz, arra egyfajta alfabetikus rendezésed már is lesz. Tehát nagyon gyakran, ha csak nem jelölöd meg direkt, hogy valamilyen okból azt a típus nem szeretnéd összehasonlíthatóvá tenni, akkor nagyszerűen van egy alfabetikus rendezése, tehát például ugye itt a 2-1 az üti és tényleg nagyobb, mint az 1-2-es már. Na, és akkor nézzük a pontokat. És nem a Batman volt a leggyorsabb és legügyesebb, úgyhogy igen, gratulálok neki. Szeretnénk odaadni az ajándékot, mert ő felfedi magát. Ügyes voltál, nagyon. És akkor a második versenyzőnk pedig Feri.
segítséggel, és akkor átcsolom a korongást, és akkor teljesen szólt neked. Amikor szeretnénk beszélni, az az, hogy igen, minden különbözik az F-sarp, ugye a C-sarptól, vagy esetleg más objektumorientált nyelvektől, amit ismernek, vagy imperatív nyelvektől, mi ez az egész funkcionális programozás. Ez egy olyan gondolkodásmód, témakör, paradigma, ami igazából egyre több nyelvbe már beszivárog. Tehát igazából a C-sarptól, JavaScriptet, ha mindenki ismeri, az is nevezhető funkcionális programozási nyelvnek, mivel a függvények, ott is elemként, objektumként kezelhetőek, ugye paraméterként állhatóak, változókba elmenthetőek, stb. Tehát minden függvénnyel teljesen dinamikusan tudsz bánni. És ez a minimum, ami alapján valami funkcionális nyelvet nevezhetünk, és ez manapság már szinte minden programnyelvben támogatva van. A lambda kifejezéseknek hasonlókkal. De az F-sharp és ugye a OCaml-es múltból van egy csomó olyan plusz design elem a nyelvben, amivel mindig jobban ki tudjuk aknázni ezt, hogy különböző függvényeket adogatunk át, és ezekkel dolgozunk, illetve immutábilis, tehát nem változó értékekkel dolgozunk, úgymond tiszta függvényekkel. Tehát ha az ember matematikus megkérdezik, hogy mi a függvény, az azt fogja mondani, hogy ez egy hozzárendelés, egy valamilyen halmazra, egy másik halmazra egyértelműen definiálja azt, hogy milyen elemhez van rendelve. A programozó meg nem ezt mondaná, a függvény az, az, ami csinál valamit, aztán visszaad valamit. És vannak olyan programozási nyelvek, amiben igyekeznek azt, hogy megtartani azt, hogy minél közelebb legyen a matematikai definícióhoz, ilyen például a Haskell, ahol lényegében, ha jó műveletet akarsz csinálni, annak meg kell úgymond jelenni a függvénynek a típusában, szignatúrájában, hogy ez valami jó dolgot csinál. És az jó függvényeket egymáshoz tudod fűzni, hogy azok egymás után végrehajtódjanak. De ha azt látod, hogy van egy invalid függvényed, az tudod, hogy nem csinál jót, és tudod, hogy determinisztikus, mert invalid. Ha nem csal belül, és lehet csalni általában minden nyelven, de ha mondjuk tényleg mondjuk csak cache-elést használ, hogy ne számolja ki ugyanazt az értéket többször, de egyébként determinisztikusan van szépen megírva, akkor maga a nyelv ellenőrzi neked, hogy mik azok a részei a programodnak, amik determinisztikusan működnek. Na, az F-sarp az nem ilyen, de lehet rá törekedni. Lehet rá törekedni, és ez szerint az, hogy multiparadigmás nyelv, vagy az, hogy elsődlegesen funkcionális nyelv, hogy igazából amit csak ismertek imperatív vagy objektumorientált programozásból, az áthozható, mint megvalósítható, mivel a .NET sem annyira merev, hogy ezeket kiiktassa. De ha úgy ragaszkodunk ahhoz, hogy legalább az alapfüggvények, amiből építkezünk, azok ilyen szép, tiszta függvények legyenek, akkor legalábbis azokon a pontokon, ahol tényleg adattranszformációt végzünk, akkor azzal eléggé sokat nyerünk annak az érdekében, hogy könnyebben tudjunk érvelni a programunk struktúrájával. Jobban értsük azt, hogy mi történik, könnyebben tudjunk párhuzamosítani, mert nincsenek, nem kell lokokkal, meg egyébkel foglalkozni, hogyha minden egyes helyen nem módosulnak a már megnyílt adatstruktúrák, hanem mindig a függvények újabb és újabb lépéseket tartanak a végre, és ez van összefűzve. És nagyon ügy a nyelvnek az, hogy nagyon sok keveset kell benne írni. Sok esetben az C-sharphoz képest nem kell kiírni a hosszas típus neveket, hanem úgymond a nyelv kiokoskodja. És ennek úgymond a logikus összefüggésben áll vele, hogy sokkal lineárisabbak kódolsz, tehát hogy még egy C-sharpban egy osztályon belül minden egyes metódus látja egymást. Nem számít, hogy milyen sorrendben írod, hogy milyen metódusaikat áthívhatsz akármelyik valakármelyikbe. Aztán ugyanúgy egy projekten belül akárhány osztályokban azok is látják egymást. F-sharpban ez nem egészen így van. Egymás alatti fájlok, mind csak a föntebbit látja, és fájlon belül is bizonyos deklarációk, az csak a föntebb deklarált dolgokat látják. Ez az, ami szerintem legnehezebb eleinte hozzászokni.
mert ez pont összefügg egyébként azzal, hogy a típusokat ki tudja okoskodni, mert hogy mindig ahhoz szükség van erre, hogy legyen egy kontextusod, legyen az, hogy feloldhatóak legyenek a dolgok, hogy mindig egymás után ki tudja számolni, hogy milyen szignatúrák van. De van egy nagy előnye. Ha az ember erre ráérez, és az ilyen cirkulális dependenciákat, az olyan részeiket a programoknak, ahol különböző adatstruktúrák egymást használják, egymásra utalnak, vagy pedig ugye különböző kódrészletek egymásba hívnak át, vagy különböző osztályok szintén egymás értékeit tárolnak, ezeket lehetséges rekurzív definíciókkal egy helyen szépen összegyűjteni, és ezzel rá van kényszerítve az ember, hogy minimalizálja az ilyen pörkörös dependenciáit, és sokkal könnyebben visszafekthető lesz utána, hogy tényleg mire épül. Ezeken a pontokon úgyis végig haladok, most konkrét kódpéldákkal, tehát lépek is tovább, hogy mi az a típus inferencia. Ennyit írok, hogy legefix egyenlő x plusz 1, ami vagy így a F-sharp interaktívba beküldöm, vagy egy modulon belül, akik meg esetleg a Visual Basic-et ismerik, azok tudják, hogy mi ott is van modul, ami lényegében nem szól másról, mint hogy szeretnél kényelmesen statikus függvényeket deklarálni, tehát amik nincsenek egy objektum osztályhoz kötve. Tehát lényegében ennyi a statikus osztály, modulon belül is lehet ez ilyen definíciókat használni, és meg van pár olyan kis kódrészletem, ami és még a vizetőfájtel. Oké, meg vagyunk. Én erre sajnos nem gondoltam, hogy erre eléggé szükségünk lesz.
Hát én szeretnék itt ilyeneket mutogatni, hogy mi az, amit az F-sap nyelv, a fordító tooltipben kiokoskodik nekünk. Mivel keveset írunk, ennek a hátradítője az, hogy viszonylag sok információ, ha csak úgy a kódot nézzük, nem feltétlenül azonnal jelenik meg nekünk. De például ugye a kódszer viszont a tooltipben keresztül nagyon gyorsan betekintést nyerhetünk abba, hogy mit lát is a fordító. Itt például annyit definiálok csak, hogy legyen az FX az egy függvény, ami az X plusz 1-et adja vissza. Visszatérnek kapásból arra a pontra is, hogy utasítások helyett kifejezésekkel dolgozunk. Tehát nem is kell kiírnom azt, hogy return, hanem mert kapásból ez itt egy visszatérési érték lesz. Nem zárójeleztem semmit, csak van egy paraméter. Ez F-sharp nyelv, mivel a plusz operátor, azt alapértelmezettem valami két azonos érték közti műveletnek értelmezi. Látjuk, hogy egyik oldalon van egy intem, másik oldalon van egy x, akkor abból tudja, hogy az x is egy int. És meg tudja nekem mutatni, hogy az f az egy most egy olyan függvény, ami intben x-et ad vissza. Kicsit összetettebb példa. Most két paraméterrel dolgozunk már. Hogyha lehet után és egy név után szóközökkel elválasztva több nevet adott meg, azok kapásból paramétereknek számítanak. És akkor csak annyit mondok, hogy van egy akt nevű paraméterünk, meg egy s. Itt még semmit nem tudnánk. És ennyit írok, hogy minden egyes for x in s, tehát minden egyes x elemre csináljuk azt, hogy az akt függvénynek megadjuk az x paramétert. És csupán ennyiből a nyelv az egyrészt ki tudja nekünk okoskodni azt, hogy ez az s az egy szekvencia. Ez a .NET-es IAM numerable-nak egy s-sarkos rövidítése. Sok mindenre van egy kis alias, így a HTML-es név az lényegében aliasként működik. Tehát ez egy IAM numerable valamilyen algenerikus típusra. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy milyen elemekből kapunk szekvenciát, de azt tudja a nyelv, hogy ez egy bizonyos sorozat, mivel forint csinálunk vele, és minden egyes elemre, ez az akt, ez meg egy függvény, ami ebből az adott elemből egy unitot ad vissza. A unit az meg körülbelül a voidnak a megfelelője. Azért jó, mert az F-sharpban ugye mondtunk minden kifejezés, így az olyan esetekre, amikor nincs érték, ezt is egy külön típusként kezeli. És lényegében ezáltal mondjuk a C-sharpnak ez néha egy kicsikét kellemetlen oldala, nem tudom, ha valaki megfoglalkozott ilyen delegétes dolgokkal, hogy a funkc meg az action az két különböző típus, és akkor ugye némi dolgokat, bizonyos dolgokat nem lehet szépen megírni generikusan, meg csinálni kell overloadot, hogy mi van, hogy olyan passzolt be, hogy olyan függvény, ami nem ad vissza semmit, vagy olyan függvény, ami visszaad valamit, ez két különböző delegét típus. Még az F-sharp egyben lekezeli azt, hogy ezek a nyilas függvények, ezek lehetnek, vagy akkor is ugye ilyen formában írható a típus név, hogyha az visszaad valamit, vagy hogyha nem, de ha nem, akkor az unit típus. Tehát akkor ki jókoskodja nekünk, hogy az iter függvényünk, ez egy ilyen szignatúrájú cucc, ami vár egy ilyen akt, egy aktort, ami egy valamilyen elemből nem csinált semmit, csak megkapta, legalábbis nem ad vissza értéket, vár egy szekvenciát, és simán szintén nem lesz visszatérési érték. És még egy példa a típus inferenciára. A printfn függvény az kicsit megfelel a system formatnak, vagy string formatnak, bocsánat. Tehát system string format, igen, arra gondoltam. Tehát, hogy van egy formatáló stringünk, és akkor utána adott értékeket beillesz. Most csak azt mondom, hogy egy darab lyuk van itt, ami egy decimal, vagy ez a d, ez nem is van pontosan minden rövidítése, de a százalékért d az egy intnek egy egész számnak a kiírakását okozza. És ha ide most azt írtam volna, hogy printfn d és mondjuk 5, az kiírná azt az 5-öst.
Tehát ez úgy kell elképzelni, hogy ez a rész itt önmagában még csak előkészíti azt, hogy ez majd ki fog írni egy mintát. Ha itt le van hagyva az, hogy ténylegesen mit írunk ki, akkor ami van eddig, az nem más, mint egy függvény, ami szintén egy ívből nem lesz visszatérési értéke. Ez lényegében ugyanaz, mint hogyha ha ezt így csináltam volna, hogy itt a printnum után azt mondom, hogy ezt kapok egy x paramétert, és aztán azt az x-et kiíratom. Ezt le lehet ennyivel egyszerűsíteni, hogy minden egyes ilyen alkalommal végezhetünk egy ilyen transformációt, hogy nem kell feltétlenül továbbadni, mert ez önmagában már azt jelenti, hogy van egy intet fogunk kiíratni. Itt ez a printfn egy viszonylag speciális függvény, az F-sarban elemzi a formatáló stringet és az abban lévő ilyen speciális százalékjeles részeket, és olyan típusokat fog kiíratni, amiket megjelentett. Ha például írok egy utána egy ilyet, akkor már is egy intet és egy stringet várnak. És alatta eltelik, amit csinálunk. Most van egy ilyen iter függvényünk. Van már egy ilyen printnum függvényünk, ami ugye most egy intet kiírat. És akkor már amit már csak csinálnunk kell, ez egy int szekvencia. Ez a szögletes zárójeles blokk, ez pedig egy egyszeresen láncolt listákhoz létre F-sarban, ez is egy F-sar specifikus típus, F-sar kordéjelben van definiálva. Mindegy, a lényeg az, hogy listának megfelel nekünk, és ilyen range expression-nel létrehozunk 1-től 5-ig elemeket, és utána kiíratom. Nézzük, hogy működik ez a mágia, aztán még egy picit mesélek arról, hogy mi ez a pályt operátor. Hogy az interaktívba elküldöm, akkor előbb megtörténik a végrehajtás, aztán később még kiírja azt, hogy milyen szignatúrájú értékeket definiáltunk ebben a kutatásban. Ezt egyébként el lehet némíteni ezt a valós részt, de most benne hagyom, mert ez is érdekes, hogy lássátok, hogy miket definiáltunk. És ha megnézzük ezt az iterünket, akkor ahogy definiáltuk, az ugye az lenne, mintha kettő paramétert várna egymás után. Először az, hogy mit cselekszünk, utána meg a sorozatot. Tehát igazából így kéne írnom, hogy iter printnum, és utána ez a cucc. Van nekünk ez a szép kis pályoperátorunk. Bocsánat, én ezt lehet, hogy itt már is furán néz ki, mert én a Visual Studio-ban ráadásul használok egy olyan ligatúrás karakterkészletet, ami szépen össze is vonja ezt a karaktert, ez azért rendben ilyen szép kis háromszögem. Jó ránézni, szerintem. Bizonyos módban sok van. Ami lényegében azt csinálja, hogy vesz egy értéket, meg vesz egy függvényt, ez az operátor, és annak a függvénynek átadja azt az értéket. Ennyi az egész. Hát igazából magát ezt a fájlkot ezt így is deklarálhatnám, hogyha nekem kéne kézzel deklarálnom, hogy legyen a fájloperátor, először van valami x értékünk, aztán van egy f, és az f-nek átadja az x-et. Szóval nagyon tömörít minden, de lényegében ez a fájloperátor. Ha most megint beírom, akkor fölül definiálom az eredetit, de pont ugyanaz a definícióval, ahogy az F-sharp forma is van, tehát ugyanaz fog történni. Igen, most látszik, hogy kétszer is kiírattuk, mert ez meg ez is pont ugyanazt csinálta, hogy elkövetik írjuk a számokat. Ez mutat nekünk valami... Megmutatja például azt, hogy miért így definiáltuk az iterünket, hogy először várja a függvényt, hogy mit csinálunk az elemeken, és aztán a sorozatot. Mert nagyon sok esetben, ha van egy valami adatod, amin dolgozol, akkor szépen össze lehet fűzni azt, hogy oké, mondjuk van egy sorozatom, veszem azokat az elemeket, amelyek teljesnek egy feltételt, nem akarod egy filtert, aztán
esetleg megfelel őket, tehát mindegyiken végrehajtok valamilyen számítást, aztán azokat kiíratom, stb. A külső, kívülről záró jelezések helyett sokkal szebb kódot lehet ezzel generálni, hogyha egy egyszerűen pályakban mindig tovább küldöd. És ezért szokás, az F-sharpról, tehát az alapértelmezett függvények is mind ilyenek, de amit most csináltunk, mi saját hitelfüggvényünk, az is ilyen, hogy amin dolgozunk, tehát ez a sorozat, az az utolsó paraméter legyen, és akkor ez is szépen átküldhető. Itt van erre a következő ilyen egy olyan példa, hogy hogyan definiálunk rekurzív típusokat. Tehát minden egyes olyan alkalommal, amikor mégiscsak szeretnénk olyan típusokat csinálni, amik egymással kapcsolatban állnak, vagy olyan függvényeket csinálni, amik egymást meghívják, erre azért van lehetőségünk, tehát nem kell megijedni. Itt például mondjuk egy olyan listaszerű dolgot definiálok, ahol a 1-es és 2-es típusok így felváltva tartalmazhatják egymást egy bizonyos ideig. Én túl sok értelmét még ennek a példának nincs, hogyha nem rakok mellé még plusz adatot. Az opció típus az egy nagyon egyszerű kis F-sharpos alapértelmezett típus, ami lényegében vagy egy null értéke van, vagy egy tehát egy lényegében egy biztonságos nullaből megfelel meg akármilyen altípusra. És kis szintaxis, hogy igen, hogyha egy generikus elemünk van, csak akkor azt meg is fordíthatjuk, és így is írhatjuk, hogy tárgyú option. De ebben nem mélyednék el nagyon, inkább még ezt a két rekurzív függvényt szeretném megmutatni. Most valami ilyesmit írtam, hogy kiíratom a számot, aztán ez egy int, tehát leosztom kettővel, maradék el van dobva, inteken dolgozunk. Aztán a második függvényen pedig megint írom a számot, és ha egynél nagyobb számnál vagyunk még, akkor meghívjuk az első függvényt x plusz 1-jel. Van egy külön ok, hogy ezt a kis demót így összeraktam. Előbb bemutatom, hogy mi történik. Valami ilyen számsort kapunk, hogy 10-ről, ha F1-et meghívunk 10-zel, akkor ugye a F1 függvényünk az 2-vel osz. Ezt 1-et hozzáadok 2-vel, osztok 1-et hozzáadok 2-vel, osztok 1-et hozzáadok 2-vel, osztok stb. És egynél vagyunk és le fog állni. Nagyon szépen olvashatóan lehet úgymond, úgy hívják state machine-okat, tehát ilyen állapot masinákat létrehozni. Tehát olyan kódot, ami valamilyen indulási állapotból bizonyos feltételek szerint mindig egy következő állapotba lép, és aztán úgy dolgozza fel a dolgok. Minden rekurzív hívásnál, aki gyakorlatban foglalkozik vele, tudja, hogy van egy rák feléje, amit pedig úgy hívnak, hogy Stack Overflow. Tehát nem szeretnéd azt, hogy az olyan irdatlan hosszan mélyre és mélyre hívogassam bele önmagába, illetve egymásba a függvényeim. Szerencsére az F-sharp nyelv okos, mert a legtöbb ilyen funkcionális programnyelvben már benne van ez az optimalizáció, de F-sharpban különlegesen jó ki lehet használni, hogy ha egy függvényednek csak az utolsó kiértékelésnél, tehát lényegében az utolsó műveleteként jelenik meg egy áthívás egy másik függvénybe, vagy önmagába rekurzívan, akkor azt a fordító nagyon szépen ki tudja optimalizálni a ciklussal. Tehát lényegében mutabilitás, tehát expliciten változtatott változók nélkül, nincsen érték, ami változna, nincsen var, aminek átírnám az értékeit, hanem impliciten így egymásba hívogatnak ezek a függvények és állapotok, de azáltal, hogy mindig ugye az F1 az kiír valamit, aztán leosztja kettővel, és ugye az utolsó művelet, amit kell csinálni, az, hogy oké, akkor átadom az F2-nek, amit kiszámoltam. És ugyanígy van így, hogy a F2 is vagy nem csinál semmit és megáll,
vagy pedig kiszámol egy 5+1-et, és aztán utolsó lépésben úgy átadja a nektek. Minden egyes ilyen alkalommal, amikor ezt látod, hogy ezt a mintát sikerül tartani, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ha optimalizációval van kapcsolva, akkor nem lesznek overflow-ok. Itt, hogyha így a operátorait is átadhatunk, X2 milyen F2 működik. X2 milyen F2. Aha, igen, működik. Működik pontosan. Tehát a pályamoderátorra gondoltál, igen. Csak azért, mert ez kódolvashatósági szempontból... Még semmi, igen. A térrekonzivitást igen lehet, hogy megsegíti, mert akkor látod, igen, hogy igen, az utolsó. Igazad van. Hát még egy dolgot akartam itt megemlíteni, azért raktam bele ezt a kis sort, hogy most a scriptfájlon belül nem, de ha azt így elküldöm az interaktívba, vagy pedig, hogyha ez egy valamilyen led blokkon belül szerepel ez az egész definíció, tehát akkor lehetséges már használatban lévő nevet lényegében újra használni. Ezt egy árnyékolásnak hívják, shadowing. Nem annyira reklamál az F-sharp nyelv általában, mint például a C-sharpon hasonlítva meg itt, hogyha egy nevet újra használnál, hanem egyszerűen az történik, hogy onnantól, tehát az alatt, tehát ami annak a letnek a szkópja, tehát ami alatta van blokk, akkor ha F1-et használsz, akkor már azt a fölötted lévő dolgot látja. Ha látjátok, lehet, hogy nem látszik messziről, azért szűkítje is egy kicsit ki ezt a Visual Studio, mert így ez az újra definiált F1 már nincs alatta használva. Tehát ez nem ugyanaz, mint az F1. Csak hát ez néha nagyon szerencsés is tud lenni, mert nem kell figyelni arra, hogy mi a scope, de általában azért mondjuk most egy minimális szintben nem tartom, de azért szép dolog az, hogyha minél magasabb szinten van valami, akkor azoknak azért általában hosszabb és egy nevet adni, és ezért x-et y-okat csak tényleg ilyen egysoros vagy rövid kontextusban használni, ahol értelmezhető, hogy pontosan mi is az. Igen. Amikor önmagában lettel egy függvényt definiálok, azért nem engedné meg azt, hogy önmagát rekurzívba meghívja. Itt nem, tehát egyszerűen azért, mert ez is egyfajta olyan dolog, amit explicitté kell tenni. Explicitté kell tenni, és ez mutatja számodra azt, hogy oké, ezt szeretné rekurzívba meghívni, akkor esetleg a gondolatszállal figyelnek el a rekurzivításra is. Van olyan lengispropóza azt hiszem, hogy valamilyen kurszóval kierőszakolja a nyelvből, hogy te odaírod, hogy térrek, azt szeretnéd, hogy ez térrekúzív legyen, és szóljon a fordító, hogyha az nem térrekúzív se. De egyelőre ez még nincsen benne a nyelvben, de remélem bele kerül, mert szerintem hasznos lenne. Addig pedig magdala húztek overflow-ból, vagy pedig átokoskodod a dolgot, és akkor ki kell kézzel. De ezzel a rekkel jelzed azt, hogy ezt bizony szeretném meghívni, az end, az pedig mégig egy függvényt definiálsz, ami most kölcsönösen rekurzív a kettő. Tehát az F1-ből látod az F2-t, és az F2-ből látod az F1-et. Egyébként nem látnám. Tehát ha itt már külön lettel írom, és ezt is lettel írom, akkor az F1-nél már problémát hogy az F2 még nincsen deklarálva. Ezt a figlatinos példát raktam be, csak azért, hogy a másik fejezése is mutatja, csak egy kis példát. C++
C-sharpban mert legutóbbi 8-asba került be az, hogy most már vannak switch expressionek, tehát hogy a switchet is lehet lényegében akárhol használni kifejezésként. F-sharpban ugye minden expression, tehát mindennek úgymond van egy visszatérés értéke, max esetleg unit értékű, tehát az azzal jelzett, hogy az a nyelv, hogy nincs mégse valódi érték, hanem csak úgy lehet. De a match az... Most nem is megyek bele a teljes mélységébe, hogy mire képes a match. Itt most még majdnem ilyen szükszerűen használom, tehát egy konstans érték, egy karakter értéket nézem meg, hogy most a angol ABC-nek a magánhangzói közé beleesik, vagy nem esik bele. De a később lesz pár még meccses példa. Nagyon összetett patterneket is össze lehet rakni, tehát például, ha van egy rekordtípusod, tehát egymás mellett tárolsz különböző adatokat, szeretnéd azt, hogy mondjuk az egyik elemnek, mondjuk az O-nak teljesít valamilyen feltételt, a másik egy másik rekordmező, az meg esetleg van egy opciótípus, tehát vagy van ott érték, vagy nincs, azt szeretnéd, hogy legyen az egy szám, és akkor még az értékre van valami feltételed, még ilyen minden ilyesmit meccs kifejezésben meg lehet írni. Tehát, hogy egymásba ágyazhatod azt, hogy milyen mintájú szeretnéd, hogy legyen az adatod, és ezt szépen kiokoskodja a fordító, hogy hogy kell ezeket az ellenőrzéseket elvégezni rajta, úgyhogy nem ismételje azokat az ellenőrzéseket ugyanazokon az adatokon. Ez egy gyors kis ilyen piglatin implementáció, ami csak így ha valamelyik őrzik ismerik, és angol gyerek játéknak a megfelelője, első betűt átrakjuk utol végére, és ilyen kiegészítjük. Kicsit beszélnék a rekordtípusokról. Amikor több adatot szeretnénk egyszerre tárolni, ilyen egy egyszeres, fontos lesz, hogy a F-sharpban sorok régén teljesen opcionális. Tehát viszont, ha meg berakok pontos lesz, az úgymond helyettesít egy sorterést. Tehát a rekordtípusokat azt letörhetném különböző sorba, hogy nyitó kapcsolzárójel, egyik mező, másik mező záró kapcsolzárójel, vagy pedig, ha én rövid, akkor rakhatom egy sorba is. És ha van egy ilyen rekordtípusunk, az lesz, rengeteg mindent automatikusan legenerál hozzá. Lesz komparizonunk, tehát tudunk összehasonlítani, lesz egy egyenlőségünk, lesz two-string függvényünk, lesz hash. Ezek mind alapból úgymond tök ingyen megkapjuk, tehát szépen tudunk vele dolgozni. És ráadásul az egy immutábilis is oda struktúra, azaz, ha egyszer létrehozol valamilyen ilyen értéket, akkor azt van a name és az age fieldeket már meg nem változtatod. Amit lehet vele csinálni, az, hogy kicsit más szintax is, ennyi a különbség, hogy egyenlőségélet használok, hogy ez most már egy rekord definíció lesz, ez már itt egy bejünk, amiben létrehozom ennek a rekordnak egy mondjam, én most 34 éves vagyok, de ha jön a szülinapom, akkor mit tudok csinálni? Azt fogok csinálni, hogy az a szülinapos énem az már nem az előző napi énem, hanem ugye az egy új instance vagyok, úgymond. És fogom ezt a rekordot, és ez a bitkus szó az nem módosítás hajt végre, hanem klónozás hajt végre, és bizonyos fieldeknek az átírását teszi lehetővé. Tehát azt mondom, hogy legyen az age az előző érték age plusz 1-je. És ha itt gyorsan átküldöm ide, akkor ez ki is írja az értékeket. És ha pedig valami ilyesmit szeretnék írni, hogy a... Most a age-emet beállítom mondjuk akármilyen
mértékre, hibát fogok kapni. Még pedig az, hogy, hogy ez büszkén üznak, mint a bal, emlék nem egy módosítható érték. Hát érdekesség, ugye, hogy az F-sávban ez az alapjátán. Azért kell általában külön megdolgoznunk, hogyha valamit módosíthatóvá szeretnénk tenni. Nem úgy, amit a kölcsönös rekonzió során is láttuk, hogy nagyon sokszor van alternatív megközelítés arra, hogy elrejtsük úgymond a mutabilitást. Tehát például láttuk korábban ez az iterfüggvényel egyébként létezik a sequence iternében. Lényegében ugyanez a sharp korban is, csak ezt most újra implementáltam. Tehát ez egyenlő azzal, hogy ez a sequence modulban iterfüggvény. Pont ugyan az action source szóval dolgozik. Ugye belül az egy ciklus csinál, és a ciklusom az módosítatja az x változót, tehát ott az x, még ha nincs is kiírva, hogy ez egy mutával érték, ez nyilván ugye minden egyes ciklusfutással, vagy lupolással, ott egy új elemet dolgozunk fel. De ha ez megvan ez a sequence iterum, nagyon gyakran elrejthetjük, és simán csak ilyen függvények kombinálásával elérhetjük azt, hogy tehát úgymond lokalizálva van a mutabilitás. És nem történik meg az, hogy egymásba ágyazott ciklusokban véletlenül valamelyik ponton rossz indexet módosítasz, vagy rossz értéket módosítasz, és olyat ront el, ami nem a dolga lenne a adott lupon belül, vagy adott szinten. A tartató rekordoknál. Tehát hasonlóan, ha szükség van mégiscsak arra, hogy módosítható legyen egy rekordfield, akkor az mutatóanak megjelölöm. Ha van kódszerviz, akkor a Visual Studiohoz még szépen színezi is nekünk. Én ezt ilyen sárgára állítottam. Nem is olyan az alapértelmezette az a szín. Régen valami ugye szín volt. De lehet, hogy most megcsinálták a Dark Mode-hoz, hogy jól nézzen ki. Mindegy, ez így föltűnik, hogy ez egy mutable field, és ebben az esetben már ténylegesen lehetséges ezt módosítani. Csak akkor ezzel a rekorddal tudunk úgy is bánni, hogy esetleg többször feldolgozunk, nem biztos ugyanazt az értéket kapjuk, tehát kevésbé tudunk megnézni benne, hogy ugyanott tartunk mindig. És ha van egy olyan húsom, amiben mindegyiket kérdőnek, akkor az összes nem oda kell. Akkor összes nem oda kell írni. Még így is elég rövid a rekordfield definíció, mert nem kell minden backing fieldet, property-t tudni, meg ilyeneket kiírogatni, hanem jó. Még egy szóval, és hogyha a personal rekordot nem hoznák létre, akkor létrejönne valami anonim rekordszerűség, vagy ilyesmi? Jó kérdés, nagyszerű kérdés. Nézzük meg először. Nem, de. Ez egy viszonylag új nyelvi szintaxis. Jó, ezt is összevonja illat ugrána. Ugye elkölgöttem, szóval ide ilyen szép kis kártkarakteretek adtam be. De a illat ugrában az így néz ki. Ez itt egy ilyen típus, ami a típus névnek is ezt használja, hogy ez egy anonim típus, amiben van egy age és egy name. Anonim rekordokat így létre lehet hozni, igen. És lényegében megkapjuk ugyanazt, mint amit normál rekordoknál. Csak nem tudunk hozzá plusz metodokat definiálni. Létezhet, tehát ha definiálva van egy rekord, akkor van egy ilyen read member, lehet még plusz metodusokat hozzáfűzni az automatikusan definiáltak mellett. Szóval néha azért jól jön, hogy az nem... De nyilván itt nincs a lehetőség, de egyébként majdnem mindenre lehetőség van. Sőt, még egy dolgot mutatok. Ha anonim rekordokkal dolgozunk, akkor lehetséget bővíteni is. Tehát mondjuk én azt mondanám, hogy még egy normál rekord
típus az, az fix. Az, az egy neve van ugye, és akkor azhoz tartoznak valamilyen fieldek. És akkor esetleg tudod definiált emberek. És mondjuk azt mondom, hogy éppen évben vagyok, tehát rakok egy ilyen evétrunk. Akkor, akkor ez már is megjelenik a típusban. Tehát ez a következő definíciónk, ez már egy kibővített rekord típus lesz, amiben már ott van ez a biztos field is. És akkor ez is szépen le van, leköveti a nyelv. És a sorrend nem számít, de egyébként a nevek és a field típusok szerint ekvivalensnek tekintett ti a típusokat, hogyha a újra rekordokat létrehozol. Itt nem is tudom, hogy anonim rekordnál lehet mint a volt használni. Szerintem nem. Szerintem nem. Ha mutató rekordot akarsz minden áron, akkor használd a... Vagy azt használod, hogy, hogy típus definiálsz, vagy még egy dolgot mutatok. Ha a mutatóvétel szeretné valóban berakni változó értéket, van egy ref típus még, ami lényegében egy, egy value property tartalmazó mini típus, mini rekord, egy mutable value-t értéket tartalmaz, ennyi. És minden egyes olyan alkalommal, amikor helyben létre akarsz hozni egy ilyen értékcellát, mert ott van valamilyen érték, de később még módosíthatod, azzal a, használhatod ezt a típust, ami, ami a ref. És akkor ebben az esetben esetleg ez kicsit ura lehet, de ez a kettős pont egyenlőség operátor, amit megint Pascalból megszokott értékadás operátor, ez így van definiálva, hogy ez egy, egy ref típus módosít egy valamilyen felmondval. Tehát kicsit más, más operátorral, mint mutable, ez nem egy mutable-t írok direkten ugye, hanem, hanem ott egy ref cellem van, és annak a még a value-jába írom bele ezt az értéket. De így akkor megint ott vagyunk, hogy tudok akár a nagyobb típuson belül is kis változó értéket is tárolni. Akkor gyakorlatilag ezek az a nagyobb típusok olyasmi, hogy van egy típus, aminek gyakorlatilag minden az egyetlen példánya van? Hát, vagy mondom, nem egyetlen példánya van, mert egy projekten belül, ha többször használod, de ugyanazzal a névvel és ugyanazokkal a típusokkal belül ugyanaz a formája, akkor ezeket összevonja. Csak nem kell külön kiemelned definícióba. Igen. Tehát mondjuk pont ez a példa, amikor még van ráadásul olyan típusod, hogy még bővíted is egy elemmel, akkor mindenet látod, hogy éppen a milyen ahhoz, hogy az András 30-ösünk ugyanaz, ezt mondjuk ki kell vennem. Tehát ennek így ez a típusa. És ha máshol is definiálnál pont ugyanilyen anonim típust, akkor, akkor az ugyanez lenne is, és az, az hogy működne az egyenlőség. Csak akkor ez így értelmezi, hogy a kettő az ugyanaz? Ez egy kis egyszerűsítés, amit az anonim típus. Tehát úgy kell elképzelni, mint a lambdákat, meg a több ilyen hasonló ilyen szintásugart, hogy ha nem szeretnék külön kiírni, mert mondjuk csak egy adott blokkon van belül szükség, akkor jobb, ha nem kell elnevezned, hanem akkor a saját kis függvényeden belül használod azt. Mert itt most a person az gyakorlatilag ad egy sémát arra, viszont az András Adinszín most így a person nélkül az azt jelenti, hogy neki van egy sémája, de azt a sémát más nem használom, csak az András Adinszín és változó. Meg ha létrehozok mondjuk egy Péter 40-et, vagy valamit. Igen. És akkor Péter 40. És akkor és ezt a kettő között, ha mondjuk összehasonlítást végzek. A sima egyenlőség az F-sarban az, az tényleges az egyenlőség operátor. Ezt itt látod, hogy nem jelez hibát. Tehát a kettő az most ugyanaz a típus. És ezt tudja az a szemes. Nevek,
sorra nem számít, de a nevek és a fieldeknek a típusa alapján határozza meg azt, hogy ez milyen típus. Tehát amit eszitek ír, ha rámegyek útjuk, akkor most azt mondja, hogy aging, name, string, ilyen formájú, ez is ilyen formájú, tehát ugye az a formájú, az ugyanaz, és akkor működik rá ilyen minden. És akkor azt mondja, hogy ilyen ilyen. Az alfabetikus a számosodítás, amit korábban említettél, hanem ez ténylegesen, tehát hogy igazából ez a háttérrel, hogy nem csak az eredményt látjuk. Mondjuk még egyszer, tehát ez nem az alfabetikus. De itt is alfabetikus összehasonlítás van, ha mondjuk azt mondom, hogy András kisebb, mint Péter, akkor az nagy. Itt ez tükkös, mert mondjuk, hogyha Péter mondjuk csak 33 éves lenne, akkor már forszott kapunk. Ezért mondtam azt, hogy a sorrend nem számít. Tehát, hogy ott a fieldek neves. Igen, tehát hogyha explicit record definíciód van, akkor például az összehasonlítgatás, amilyen sorrendben definiálod a fieldeket, akkor a sorrendben történik. Ha meg anonim rekordod van, akkor pedig a fieldeknek a ABC szerint. Szóval vannak ilyen kis különbségek, de kényelmes, meg kényelmes, és még, ja, következő. Igen. Még kicsit ugye funkcionális gondolkodás, egy kis tovább példa. Rekurzivitása általános példa az, hogy na, hogyan számoljunk faktoriális. Fősősorban milyen egyszerűen megoldhatjuk a problémánkat, tehát mi megint range expressionnel csinálok egy listát, és átfogom ebbe a list.reduce-ba. Reduce egy ilyen jó kis segédfüggvény, ami vár egy ilyen két elemből összekombinál egyet, segédet, meg egy listát, és csinál belőle egy elemet. Mint láttuk már korábban, hogyha zárójelezzük az operátorokat, az úgymond ilyen prefix módban is használhatóak, tehát ez a zárójel csillag az nem más, mint egy olyan függvény, ami vár két valamit, és összeszorozza őket. De tökéletesen használhatjuk a reduce első paraméterként, és 15 listát szépen beküldjük, hogy szépen redukálja le, és akkor már is megkapjuk a 10 faktoriális letetőket. Ez a hagyományos megközelítés. Most direkt meg akartam mutatni, hogy létrehozhatunk klasszokat is. Most ez így önmagában, ez a mat klassz, ez is statikus lesz, mert nincs alapértelmezett. De mondjuk, hogy ide létrehozhatunk zárójeleket, akkor az már azt jelenti, hogy van ennek egy olyan konstruktora, ami nem vár paramétert. Most az objektum-orientált részben is nagyon akarok belemenni. Ott is van pár szép feature, tehát hogy ez az implicit konstruktorozással szépen megírhatod azt, hogy miket kap az objektumod, és aztán azt kevesebbet kell írni, azt, hogy akkor most oké, megkapom ezeket a paramétereket, és elmentem fieldekbe. Ez is abban meg más objektum-orientált neve. Nagyon gyakori pattern, hogy van egy olyan konstruktorod, ami oké, megkapja a induló értékeket, és kapálykorra kell fieldekbe, míg a F-sharpban, amit paramétert kapsz, azonban implicit módon beíródik fieldbe, hogyha azt később egy memberben használod. Tehát látja, hogy arra később memberben szükség van, és a nyelvi értelmező, hogy akkor oké, a implicit konstruktor az be kell írni a saját fieldjével. Most csak egy statikus függvényt hozok létre, ami egy klasszikus implementáció, hogyha 0 vagy 1-nél vagyunk, akkor 1-et adok vissza. Egyébként a rendet megszorzom, azzal meghívom a faktoriális reduce-re. Ez így nem kell rekurzív, mert ugye meghívom önmagát, és még utána szeretnék szorozni egyet. És akkor itt ezt azért akartam példának hozni, hogy ilyen esetekben, amikor alapértelmezettem valamit úgy definiálnám, hogy hoppá, ez nem jön ki rekurzívra, nem optimalizálható keyword-lúppán. Mindig arra kell gondolni, tudok-e létrehozni valamilyen akkumulátort, valamilyen értéket, ami gyűjti az eddig megtörtént számítást, és mindig tovább tudjuk adni, amit eddig kiszámoltunk, és a végén meg elég azt visszaadni.
És nézzük erre egy példát. Ez egy alternatív implementáció a faktoriálisnak, ami kap egy n-et, de kapásban itt belül definiálunk egy rekurzív segédfüggvényt. Ami most csak f-fel nevezek el, mert belül kis pontban vagyunk, akkor elég a rövid név. Ez az n, ez nem ugyanaz n, mint kívül van. Itt, ha látjátok, talán ezt így világgal kiemeli a Visual Studio hasonló nevű cuccokat, de kékkel bekerekezi azokat, amik ténylegesen szimbólumként megegyeznek vele. Egy paramétereket újra használom az eleme, de hogy ezt belül használom, tehát nem a külső n. És a valami akkumulátor értéket. Most azt akarom, hogy úgy működjön ez az f függvényem, hogy ha a lennünk az már egyig eljutottunk, akkor visszaadom ezt az akkumulátort, tehát legyűjtöttem az eddigi számítást, ha pedig még nem tartunk egynél, akkor meghívom megint az f-et, most n-1-jel, és a aktuális n-nel beszaladva az akkumulátort. Mi történik? Gondoljuk végig. Tehát most, és aztán a végeredményünk meg ez lesz, hogy az f-et n-1-jel indítom. Tehát ha például bejön egy 5-ösünk, akkor ezt a belső segédfüggvényet meg fogom írni, hogy 5-1-jel. Az erre utolsó ágra fut, mivel ennünk még nem elég pici. Tehát meg fogja hívni magát 4, és akkor most az 5-össel beszavazta az eddigi 1-es akkumulátort, leteszi 5-ös érték. Megint ide futunk, akkor meghívjuk önmagát 3, és az eddigi 5-ös akkumulátort most még beszorozza 4-jel, tehát már 20-nál tartunk. Tehát most 5-ször 4, 3, 2, és ugye az akkumulátor számban gyűlik mindig össze, amit eddig összeszoroztunk, és amikor az endünk már pici, akkor meg azt vissza, akkor meg a simán azt visszaadja. Hát ugye a másik irányból végezzük a szorzást, mert 5-től indultunk, de az nem számít. A mutatív művelet esetén, szóval örülhetünk annak, hogy végig megkapjuk a faktoriálist, és ez a trükkel, és sok hasonló trükkel, meg el lehet érni azt, hogy itt most kiszámoltunk ugye két újabb paramétert, és azt mondom, megint meghívjuk a rekurzív f-et. Most már egy olyan alapra hoztuk ezt a kis segédfüggvényünket, amit a fordító nagyon szépen átalakít belül ciklussá, és nem stacket használ. Jó, ez egy kicsit varázslatnak tűnik. Még egy dolgot akartam itt mutatni, mégpedig azt, hogy arra sem fog panaszkodni a nyelv egyébként most, hogy csinálok egy típust és egy modult mindkettőt MAC nyelven, mert ugye egyikben direkt a kicsit F-sarkos módszerrel kisbetűs függvényt létrehoztam, illetve másikban meg egy nagybetűs static membert. Mindkettőt látni fogja. Tehát lényegében minden egyes név esetén, ami különböző dolgokat talál, azokat minden lehetővé teszi. Itt is van shadowing, tehát hogyha megint szed névtelen, aztán megint szed névtelen, és akkor már ütközne, akkor a későbbi using, vagy későbbi open az, ami érvényesül. De igen, erre figyelni kell, de hasznos is az, hogy lehet úgymond a korábbi moduljaidat bővíteni, úgymond, hogy létrehozod olyan nevű modult, és akkor elérhető a összes. Na meg itt, tehát ha rakok felé, rakok ide egy open systemet, ugye a systemben is van egy mat, akkor már hirtelen még több mindent elérek. A system matot is elérem, meg a saját mindkét faktoriálmat is elérem. Tehát röviden többféle dologgal dolgozhatunk. Még lehet, mint abban még egyáltalán nem is hoztam aztán példát. De a helyi változót akarnánk létrehozni, és sima varnak a megfelelője, akkor egyébként azt kell jönni, hogy lehet, mint abban egyenlő X. És akkor így lesz egy olyan értékünk, amit ténylegesen módosítani is tudunk. De jó kezdőknek való tanács, akik így a funkcionális programozással ismerkednek,
legyen egyfajta challenge, hogy oké, okay, tudjuk, hogy hogy írnánk meg ciklussal, kombináljuk össze listmap-ekkel, iterációkkal, ilyen rekurzív függvényekkel, stb. Mert jó gyakorlás, és ad egyfajta gondolkodásmódot, és gyakorlatban természetesen nem szentségtörés használni, mint a volt, mert nagyon sok esetben egy az egyben, hát egy olyan kioptimalizált algoritmus szeretném megírni, ami változókkal dolgozik, akkor természetesen jól jön. De minél jobban az ember lokalizálva tartja, és egy-egy segédfüggvény, nyilván például belül használása hitevolatát, hogy valamit optimalizálj, annál is jobban visszakövethető lesz az, hogy a programot mit csinál, és nem ír föl valami olyan értéket, amit valahonnan megszereztél. Meg illetve, hogy elkészít módon, amikor adatot transformálsz, az már gyakran valamilyen más típusú visszatérési értéket lesz. Vagy egy új rekord, vagy csak egy opcióértékbe jön vissza, mert esetleg közben valahol hiba történhet, stb. Ezt is szépen mind lehet írni a típusrendszerben, és a sokkal komplexebb dolgokat össze lehet rakni, mint amit mondjuk talán C-sharpban. Pont azért, mert C-sharpban embernek már terrobban a feje attól, hogy milyen hosszan kéne kiírnod azt, hogy pontosan milyen típusszintű tudája van a függvénynek. Hát opció, ilyen, így, tuba, stb. Még az S-sharp ezt ugye láthatlanba kiokoskodja és ellenőrzi neked, és akkor szól, amikor ütközés van. A következő kis példa. Igen, tehát mondtam, hogy öröklődés helyett kompozíció. Ez még objektumorientált programozásnál is szokták egyébként emlegetni, hogy ez egy hasznos elv, hogy nem mindig az öröklődés erőltessük, hanem ha tudunk funkciókat elkülöníteni egymástól, akkor inkább azok legyenek különböző osztályokban, ahol létezik valami olyan osztály, aminek bepasszol az előző kettőt, és az az adott két funkcionalitást megfelelően használja. Itt például az F-sharpban, ami eddig még nem volt mutatva, ezek az unió típusok. A rekordokon mellett ez a másik úgymond algebrai típus, amit ilyen rövid definícióval csomó jót kapunk. És van két rekordunk, kutyára és macskára. A macskának most azt írtam, hogy legyenek egy cicája, kutyának meg legyen valami person tulaja, gazdia. És most a házi állatnak most csak ezt tekintjük, hogy ez most egyszerűség kedvéért az most legyen vagy macska, vagy kutya. Két nevezett union kézünk van, és ezek tartalmaznak egy-egy ilyen vagy amolyan értéket. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez, ahogy ténylegesen az adott ebben lefordul, ez a PET az lényegében egy absztrakt osztály, aminek van két osztálya, és a keten belül akkor létezik egy cat nevű field, ami hivatkozik egy macska rekordra, a másik meg egy kutya rekordra. Ide lehet egyébként még további adatokat is írni, tehát ha szeretném, akkor még valami plusz típusokat csillagozva tudok hozni egy plusz fieldeket. Tehát minden egyes kéznél akár semennyi, vagy akár további fieldek létezhetnek, és ezek kizárják egymást, tehát minden egyes értékünk az vagy egy ilyen objektum lesz, vagy egy olyan objektum lesz. És ezzel lehet úgymond kombinálni és összefűzni különböző formájú adatokat, és mégis biztonságosan tartani, és nem azt mondod, hogy egy object listád van, hanem pontosan tudod, hogy milyen lehetőségeik vannak az adott típuson belül. És minden egyes ilyen esetben egy match kifejezéssel szét tudjuk szedni az opciókat, és külön-külön meg tudjuk írni, hogy mit csinálnak. És mindig a Visual Studio-t akartam, amit magam is.
Úgy használtam ezt, hogy beszélni. Én most előbb lefogtatom. Mondjuk szeretnék létrehozni egy olyan függvényt, ami ha van egy ilyen etető függvényem, ami egy macskának macskát megetett, meg van egy olyan függvény, ami kutyát megetett, az ha egy petet szeretnék megetetni, akkor ugye kapok valamilyen, tudok valamilyen háziállatot, és akkor azt megnézem, hogy kutya vagy macska. Ha macska, akkor megetettem, de ha mondjuk vannak kis cicái, most feltételezem azt, hogy a kis cicákról van csendben a kis cicái, mert macskákról nem beszélünk, akkor még azokat is megetettem, ilyen esetén meg a másik segédfüggvényt hívom meg. Ilyen segédfüggvényeket érdemes, vagy lehetséget gyakran létrehozni különböző unió típusok esetén, amiknek a modellünkben, az adatmodellünkben, ha már először megérjük azt, hogy a kisebb adatokkal milyen műveleteink vannak, akkor azért unió formában megjelenő adatokon is össze tudjuk kombinálni a már megjelenő függvényeinket. Tehát például itt erre most nincs konkrét lefuttatható példám, de erre akartam utalni azzal, hogy ahelyett, hogy igen, absztrakt osztályokat használnánk, amiben override-olnám ezt a feature-t, hogy az adott osztály az mit csinál, mondjuk ez a feed metódusa, és a mocska ezt csinálja, a kutya meg ezt csinálja. Ahelyett egy ilyen transzparens adatom van, tehát olyan adatom, ami önmagában még nem tud semmit sem, de teljesen látható kívülről is, hogy milyen belső rejtékei vannak, és tudok függvényeket írni, amelyeket viszont megvalósítják ugyanezt a fajta elágazásos logikát, amit öröklődéssel is meg tudnám csinálni. És itt is az a lényeg, hogy így ezzel a módszerrel egy kicsit explicitebb kódot kapunk arról, hogy ténylegesen mik a lehetséges esetek. Például azért is, mert a unió típusok azok már nem bővíthetőek. Ha egyszer deklaráltam, akkor tudom, hogy ezek az osztályok, ezek a kézek vannak és fix szám ezek vannak. És ha bárhol meccset írok és véletlenül valamelyik kéz nem fel kell, nem találnám meg, akkor kapok egy warningot, hogy incomplete pattern match. Rákényszerít a nyelv arra, hogy minden alesetet lekezeljünk. És muszáj rákényszerít a nyelv arra, hogy összerak az ilyen függvényeidet, amik ugye általánosabb esetekkel elbánnak, és nem esik át a szűrőn olyan kód részlet, ami még bizonyos esetekben nem tudni csinálni, és hibát dobna. Egyébként, ha incomplete match van, az runtime error csinál, hogyha a futás időben belefutna egy olyan értékbe. Tehát mi például üzleti projektben egyszerűen beállítottunk egy olyan compiler direktívát, hogy ez a warning, az incomplete pattern match warning, ez errorként szintre legyen felemelve. Nem létezhet a kódválaszot. Kérdés, hogy ez az open-closed principle nem írja ki ebben az esetben? Vagy nem is szintén. És ha akarsz, akkor mindig lehet bővíteni úgy, hogy létrehozol egy új uniótípust, aminek egyik esete az, hogy már lekezelte, és még van további. De akkor az egy új típus, amiben a már megélő függvényedet mind létrehozhatsz esetleg egy megfelelő függvényt, ehhez hasonlóan, hogy ugye ha már meglévő eseteknek vannak, akkor ugye arra már meg volt írva a függvényed, hogy mit csinálsz, egyébként meg átfog a másba, tehát arra is csinálsz egy ilyen kombináló segédfüggvényt. Néha
a tud azért ez problémás lenne. Tehát ha tényleg nagyon sok szinten akarja az ember bővítgetni, akkor azt mondanám, hogy lehet, hogy érdemesebb kérni mégis egy absztrakt osztályra. Tehát annak azoknak is néha megvannak az előnyei, de ha például egy üzleti adatokkal, adatmodellezéssel foglalkozunk, az unió nagyon jó. Mindig dolgot elmondanék, ami szerintem nagy előnye a rekordoknak, meg az unióknak. Lehet olyan, úgymond business logic adatstruktúrákat létrehozni, amelyek majdhogy nem laikus számára is elmagyarázhatóak, hogy pontosan mivel dolgozik a rendszer. Tehát egy domain experttel le lehet ülni, és még azért a különböző szélsebb klasszokban szétszórt dolgokból nem biztos, hogy könnyen meg tudjuk mutogatni, de egy ilyen F-sal domain fájlban, data model fájlban lehet, hogy szépen meg lehet menni azon, hogy milyen adatokkal dolgozik a rendszerben. Mi az opcionális, mi nem az opcionális, és minimális kis dotnet példa. Tehát csak dotneten belül vagyunk, tehát ami C-sharp kódunk van, az usingokat átírjuk openekre, zárójelek, hogy opcionálissá várnak, de azért, ha akarjuk, akkor kiírhatjuk. Using helyett lehet ezt a use kurszort használni, hogy teljesen az ugyanúgy működik, mint a let, csak ugye a blokk végén, mint amit az is a Q-zin csinált, ez egy try finally, tehát a végén ellenőrzi azt, hogy ha hiba volt is, akkor is meghívja a dispose-t az adott objektumra. És new push szó F-sharpban opcionális, amikor objektumokat hozunk létre, de egyébként, hogyha egy disposable objektumunk van, tehát olyan objektum van, amin érdemes esetleg a usingot, ha Linux-t használni, akkor szól a nyelv egy warninggal, hogy ez egy disposable, és szerintem jobban nézni ki, ott lenne a new push szó, ennek is ilyen okemelős ellete van, és szintén akkor a kódban minimum ezt láthatóvá segíteni, hogy ott esetleg van plusz resource-ot lefoglaló az objektum, és érdemes törődni azzal, hogy felszabadítsd a munka végén, de egyébként még itt is opcionális. Tehát majdnem ugyanúgy kihasználhatsz konstruktort, mint függvényt. Bárhol egyébként konstruktor az függvénynek van tekintve, tehát ugyanúgy felfoglalsz be első. Csak igen. De itt például nem értem azt ki, hogy new tweet. Így a epistemolitikusnak a létrehozásának. Itt akkor egy kis segédfüggvény, amit lehet. Most mindjárt lesz még egy olyan példák, amit igyekszem olyan 10 percen belül, 10-15 percen belül még menni a további, aztán lesz egy kis szület. Hú, ezzel még sok-sok rendeteket terveztem. Esetleg, ha már itt tartunk, kicsit így a végéről. Most egy kicsit belegrok a mélyvízbe, és lehet, hogy erre már nem lesz sok idő. Tud pár olyan dolgot az F-sharp, ami nagyon szépen demozható. Legelőször kapásból a tech-providerre tudok. Lényegében úgy kell elképzelni, hogy Tech-Provider az egy olyan library, amiben van olyan kód is, ami már valójában design time is lefut, és segít téged. Aztán majd compile time is. Tehát háttérben valamilyen adatforrásból képes például típusokat generálni, és ezeket a típusokat te direkt módon használhatod. Olyanra van egy kis példám, hogy például van ez a API GitHub-os cím, ami visszaad egy JSON-t, amiben a repozitorikat lekérem egy orkhoz. Uh,
Konstansot egyébként F-sarkban így csinálok, hogy odaírom még fölé ezt a kis literal attribútumot. Ez most azért kell, hogy konstans legyen, mert ez már is egy type provider is nociáció. Tehát ez önmagában úgy néz ki, mintha valami generikus deklaráció lenne, csak hogy tészteltem, hogy itt egy típus csinálsz, hogy a JSON providernek átadom ezt a stringet. Ez mégsem egy generikus dolog, mert nem típus van ott, ugye, hanem egy stringet adok át. És akkor mi lesz ez a MyJSON típus? Valami, amit a type provider legyárt nekünk. És nézzük, hogy hogy használjuk. Fogok egy webklienset, egyébként itt van, akinek kell ezt, hogy a user agent az be legyen állítva, aztán letöltöm ezt a stringet, mindjárt belemegyünk még az aszinkronba röviden, és aztán ez a MyJSON típusomon van egy parse metódus valahonnan, ami visszaad egy repót, ami egy JSON provider root típusú elem, és akkor ez a repón megnézem, mik vannak, van ilyen egy archive, mindenfajta transfer, rengeteg adat IT. Most ugye csak a német kiíratom van. De ilyet is tudnék, hogy open issues. Ez már egy jelzésnek egy ilyen közi szám. De itt lehet, hogy azt nézem, hogy vannak itt olyan property-t, amik mondjuk már ja, itt lehet, hogy igen, további a hívásokat kell csinálni. És a JSON-ben csak flat JSON-ben vannak itt a dolgok, és most nincs olyan, mert további jelenleg a lényeg az, hogy látjátok, hogy itt most keredgélek egy típusban, amit ugye simán beparszoltam a GitHub API-ról, és ez nincsen definiálva a nyelvben, vagy legalábbis nincs egy típus deklaráció, mint hogy ez milyen honnan jönnek ezek a propertik. Ezek a propertik onnan jönnek, hogy a háttérben a type provider, amikor itt definiáltam ezt a típust, akkor már elnézett kapásból erre a webcímre, lehúzta szépen a JSON-t, amit ott talált, és annak a struktúráját kielemezve legyártotta a parse metódus és a visszatérési érték típust is, úgyhogy hogy ott legyen rajta típushozott az összes propertéje. Ez még illetve pontosan. Ezt a kódszervizből. Tehát nagyon, tehát a tetroviderek erre jók, hogy van egy valós struktúra, mondjuk egy JSON, írhatsz hozzá kódot úgy, hogy segít felfedezni annak a struktúráját, mert ránézésből legyártja neked azt a típust, amit te aztán a kódodban használsz, tehát látod, hogy milyen opcióid vannak, és aztán ténylegesen bejövő adat nem egyezik a mintaként használt adattal, akkor persze azok futásidei problémák lesznek, amiket esetleg érdemes azt a parse egy tryblokba behelyezni, de ha minden jól megy, akkor a valóságban. Másképpen megközelítve, nem tudom, hogy jutok el az első videóban egy F-sárban írt scriptet, vagy nem tudom, programot, akkor az indukálhat valami kódfutatás a háttérben, amelyekről, hogy én megnyitom a nasztalatomba. Vigyázni kell a felpróbálderekkel, persze olyanokat kell használni, amiket nem bízol. Igen. Igen. Vigyázni kell vele. F-sabdatában meg lehet bízni. Egén általában azt mondanám, hogy csak megbízható forrásból, illetve open source projekteket használja az ember, amiben nem raknak bele semmi rossz dolgot. De hát igen, elvileg lehetséges lenne. Tehát most ugye betöltök egy DLL-t, amit lehúztam, referálok, és aztán ezt megnyitottam, és akkor így használjam a terve a kódszerviszt. Szóval igen, jól néz ki, de azért értem az aggodalmat. Jó, ugye, szemlegben a körülbelül.
akkor esetleg még további a szinten, de rengeteg mindenre visszatérhetünk. Szekvenciák, illetve sorozatokra. Van egy ilyesfajta nyelvi elem, aminek különböző variációi fogunk mondani. Ezzel itt most például van egy rövid film ellenőrző, ez mindenki megnézhető, hogy mire jó, de eléggé tömören van ez is megírva. Aztán van egy ilyen Primes szekvencia itt Fresheren, ami most mit a volt használtam, mindannyiunk kettőtől, és van egy végtelennek tűnő ciklus, hogy csinálom, ameddig csak lehet, hogyha egy filmet találok éppen, akkor visszaadom az itt egy yield parancsal, egyébként meg növelek egyet. Az ilyen szekvenciával, ami most ugye végtelenség futna, érdemes csinyán bánni. Mondjuk megkeltem azt, hogy a... van egy sabrakat segédfüpény, ami körülbelül gyönyünknek egyébként a futszait így mint tartalmazza. És alternatív módon veszek 10 elemet, és azt a 10 elemet kirakom. Tehát helyben egy kódblokkal tudok olyan iterátorokat létrehozni, amiket nem kell így kiemelni külön iterátor generátor függvénybe, hanem akárhol a kódban lehet listákat vagy arrayeket létrehozni. Nagyon praktikus példa az, amikor fixen szeretnél egy listát létrehozni, akkor tényleg vannak benne esetleg ilyen ifes dolgok és bizonyos hely esetekben raksz be egyes elemet, vagy nem raksz be egy elemet. Tehát ilyen fix, majd új is részt rátér, amikor a második felében akkor látszik. Jön, egy kicsit összevisszakezdek beszélni, vagy jó sok akkor a fejezés, erre még nem leszek, bocsánat. A legújabb F-sarban egyébként vannak implicit érdek is, mert akkor itt ezzel szemben működik, de bizonyos kontextusban egy érdek már nem kell kiírni. Nézzük meg még nagyon röviden az aszinkot. A nagyon hasonló Computation Expression, tehát ugyanilyen egy kis kulcsszó, aztán pedig kapcsolt zárójelekben. Minden egyes ilyen Computation Expression igaz az, hogy lesznek bizonyos speciális nyelvjelemek, amelyek valójában ehhez vannak kötve. Ez az async, ez valójában egy async builder objektum, ami definiál különböző metódusokat, és mindig, amikor doom felkiáltója, vagy let felkiáltója, vagy valami ilyesmi van, akkor az ebbe hív bele. Tehát ez így van implementálva. És amit elér, az az, hogy kicsit az övékhez hasonlóan már korábbi async-okból olyan megint itt kis szisápos kitérni, igazából az aszinkot úgy kell elképzelni, mint egyfajta ilyen task faktorit. Tehát nem egyetlen task, aminek elindítod valamikor is lesz valamikor egy érték, és az érték benne van, hanem egy olyan kifejezés, amit hogyha elkezdesz futtatni, akkor visszatér majd valamikor egy valamilyen értékkel. Az aszink sleep az például nem tűnik vissza semmivel, csak valamennyi ideig várakozik, és egy kicsit randomizáltam, hogy nem. Mintha emulálnék azt, hogy dolgozik valami, aztán visszaadja azt, hogy done. Tehát így néz ki a fake taskunk. És aztán van ez a kis combined express async expressionünk, amiben már szeretném ezt az értéket felhasználni, mielőtt tovább mennék. Akkor ez a let-bang-gel jelzem azt, hogy ami itt van, azt nem egy az egyben úgy, ahogy van, értékét szeretném az R1-be rakni, hanem azt úgymond bindolom. Tehát azt föl kinyerem, hogy valahogy hasznosítom azt az értéket, és amit
kinyerek belőle, az legyen az elrejt. Ebben a konkrét esetben ez azt jelenti, hogy ez a fake task, ez egy async stringet fog visszaadni. Az elrejtjem az már csak egy async lesz. Ez a letbank, ez azt csinálja, hogy bevárja azt a futtatást, és akkor megy tovább. Tehát még egymás után lefuttatom ezt a kettő értéket, aztán összekombinálom. Tulajdonképpen is vannak ilyen segédfüggények, például most azt, hogy paralelnek átnyúlom ezt a kombinált értéket, meg még egy fake taskot. Párhuzamosan sítom, aztán egybe lefuttatom. Nézzük, most nem tudom, ez a letfelkét, ez egy evét, azt is elmondják. Igen, lényegében hasonló. Különbség az csak annyi, hogy éppen implicit módon elvégez egy cancellation token checket is, hogy ilyenek. Tehát, hogy az a bind metódusban hív át valójában az in bindban, mert még az is benne van. Tehát azt se kell passzolgatni, hogy mi a cancellation tokenet, hanem ha van egy async függvénye, aztán végül game started, ha végül úgy indítod el, hogy passzolsz nekünk egy cancellation tokent, akkor az lesz egész async folyamatodra implicit módon működni fog. Lefogtatom ezt, és valami is fogok látni, hogy... Hát akkor itt most például azt látszik, hogy az első futtatás és első befejezése után kezdi csak el majd a második értéket. És akkor ott ugye összevártam azt a két eredményt, hogy összefűztem azt a string-dal. Meg aztán van egy ilyen dal, ez a másik taskból lévő eredmény. Tehát látom azt, hogy az async paralel is így működik, hogy vár valami szekvenciáját a computationöknek, aztán visszaadja egy tömbben az eredményeket mind, amikor bejött az összes érték. Tehát így ezzel a segítségével lehet például szépen kombinálni meg lévő azonos visszatérési értékű a szinkokat. Valahol volt itt egy ilyen példa. Igen, a következő példában volt ez a... A time provider-es példában ma használtam egy ilyet, hogy a sync await task. Létezik ilyen konverzió a C-sarkos taskok és a F-sarkos szinkok között. Tehát például létrehozunk egy taskot, és akkor ezzel azt mondom, hogy a szinkát konvertálom, és azt bevárom. A másik irány az pedig az a start as task. Tehát amikor nem azt mondom, hogy indítom egy run-synchronous C, amikor van egy F-sarka szink értéke, hanem azt mondom, hogy start as task, akkor van egy task visszatérési érték, amiből mivel nem akarja meg az adott szállat, de azzal még lehet tovább dolgozni és ráfűzni esetleg további eseménykezelőket. Két kis apróság, aztán nagyon maradék. Most én szintaxisból elég legyen ez az utolsó a pihenő előtt, ez a két további kis dia. Még egy rövid példa arra, hogy megint egy másik computation expression a query, amivel már egy olyan kicsit a link szintaxishoz hasonlóan speciális operátorok vannak definiálva, például a where meg a select, aki írt SQL-t vagy linket, az aki jó felismerhető a ugye az egésznek a formátuma. Itt is az a trükk a dologban, hogy nem kell írnom a lambda függvényt. Nem is írtam lambdát, ez nagyon bizarr, nem írtam az egészet, nem írtam lambdát. Csak gyorsan be akarok mutatni, hogy ahelyett, hogy itt ugye itt egy függvényt írnék, hogy ez a tén, azt a checket futtatom, hogy a p kisebb, mint 10.
itt ezeket a kifejezéseket a háttérben ez a query automatikusan képes függvényként értelmezni, és egymás után meghívni az elemeken. És utolsó dia. Annyira flexibilis ez a dolog, hogyha az ember elég bátor és elég utánaolvas, lehet írni saját Computation Expression Builder-eket is. Úgy csinálunk egy ilyen native builder-et, amin a bindot, ugye, ami ennek a labbernek a megfelelője, implementáljuk, hogy ha van egy X, valamilyen opciótípus, tehát hogy sum érték, vagy pedig none, none esetén nem történik semmi, sum esetén meg végrehajtom a függvényt, return az meg visszaad egy sumot. Ha ez így meg van írva, és ebben a névi bőrderből van egy instancunk, akkor már ez a pályából az egy helyes kódblokk lesz, hogy a let x-et, let bang-et használom most arra, hogy például van egy valamilyen belső számítás, amiből opciót kapok vissza. És ha nem lenne ez a maybe-ink, akkor ugye ezt ugye meccselni kéne, hogy meccs értékünk, és akkor van a nanag, amit már nem akarok semmit is csinálni, és van a szavag, amit még csinálom tovább a dolgot, csak azok is szépen össze lehet fűzve, és sokkal lineárisabban és olvashatóban össze lehet fűzni azzal, hogy új, most ezt a labbanget használom arra, hogy ebből az opciótípusból itt most csak ez a input legyen. És most akkor például azon művelhetek valamit és visszaadom. Ennek a értéke egyébként sum 6 lesz, hogy felepíthatom. Itt az történik, hogy ahol ez a labbang nem van, az valójában egy ilyen bind hívás, hogy átadom ezt az x értéket, és az egész további blokkot, mivel nem tudjuk, hogy hogy kell folytatni, ez az egész további blokkot automatikusan egy függvényként értelmezi, hogy most egy ilyen valamilyen visszatérési érték lesz, és az az effet, hogy ahol hívom meg, ami már csak a belső repelt érték volt, és onnan fogja tudni, hogy elfogy az x, akkor ha ez egy int opció volt, akkor ez már csak egy int lesz. Mert a bind függvényünk így működik, hogy az opció vált értékként, de a folytatásban, a continuation-ben ezt nevezhettem volna, hogy c-vel continuation, continuation-ben már csak az int érték meg tovább. És nagyon flexibilis, tehát lényegében amiket lehet ilyenekkel csinálni, az a leggyakoribb az a maybe, vagy a result kezelés. De amikor két árgod van, hogy van egy valami hibád, akkor már nem mennél tovább, de ha van értéked, akkor mennél tovább. Vagy pedig logolást is lehet itt csinálni. Tehát, hogy minden egyes bind hívásnál még valami plusz helyre kiírod a dolgokat. Csomó plusz consent. Azt le lehet egyszerűsíteni így, hogy a Computation Builder elvejti úgymond az ilyen extra dolgokat, hogy mi történik a háttérben, és hogyan kombinálódik a segítségével gyakorlatban lehet kezdeni használni az F-sharpot. Ez például a fake, egy build script library, amiben nagyon szépen lehet
build targeteket definiálni, és azoknak a összefüggéseit, tehát dependenciáit egymáson. Meg a FS-től itt, amely egy endomitra épülő F-sarkos szintaktikai, F-sarkos szintaktikáin tesztelő rendszer. Ez szintén ilyen szépen olvashatóan lehet megírni egyes teszteket. Van pár webes, és még a végén igen, szerettem volna elmondani, hogy a saját GitHub oldalamra úgy ezt a diákat fel fogom még rakni, és saját e-mailedre, személyes e-mailedre, vagy az etinteli faktor és komos címre is szívesen várok még további kérdéseket, érdeklődést. Akiknek esetleg az érdekel, hogy hol dolgozhatna F-sarban, és esetleg velünk is beszélgetne, az meg a HRS címre nyugodtan dolgok elérlevelet. Vagy a tanulítás mintakon szerintem szintén lehet mindig további információkat kapni arról, hogy hol keresnek embereket. Köszönöm szépen a figyelmet, most 10 percig. Jó, igen.